Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve, hogyan tovább? Ezt megtekintjük most ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megtekintjük most ennél a kártyánál. Nála most vannak ilyen varázslatos, jó gondolatok és ötletek, de ez a kártya arra is utalhat, hogy köztetek megvan ez a mágikus vonzalom, és mivel ez a kártya gondolataira utal, akkor az azt jelenti, ennek ő tudatában van. És most megtekintjük a második kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ezen a képen a főpap látható. Ez utal vallási témákra, vagy egy spirituális területre, az ő intuíciójára. Azon kívül utal az ő hitére. Ő hisz saját magában, hisz benned, ebben a szerelemben, és hisz a jó Istenben. Amit ez a főpap még mutat ezen a képen, ő esküszik valamire. És mivel ez kihat rá, ő esküdni fog valamire, és te hihetsz a szavaiban. És most megtekintjük a harmadik kártyát, mit közöl veled, és itt én is szeretnék valamit közölni. Ti kérhettek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, az információ ott lent az infoboxban megtalálható. És most megtekintjük a harmadik kártyát. Ezen a képen látható egy hintó, és ez jelenti a mozgást. De ki irányítja itt a dolgokat? Ő, vagy te, vagy ti közösen? Itt van két irány. Az egyiket mutatja ez a fehér ló akadályok nélkül, és ez sikerekhez vezet. A fekete ló hibázik, mert visszafele tekint, és az utal a múltra, és így lelassulnak az események. Itt az a fontos, hogy legyen egy közös cél, legyen egy közös irány, hogy végre pörögjenek az események. Ez a hintó utalhat utazásokra is, vagy változásokra, mint például egy költözködés. És most megtekintjük a következő kártyát, az jelentheti a megoldást. Itt ezen a képen az egerek láthatóak. A kártyavetésnél úgy mondjuk, hogy ott, ahol az egerek megjelennek, azok mindent felfalnak, és nem marad semmi. Tehát itt elveszik valami. De miről van szó? Vagy a hitét veszti el, vagy van egy jó ötlete, például elmondja másoknak a terveit, és ezt elveszik tőle, tehát mások próbálják akkor azt megvalósítani, ami csalódásokhoz vezet nála. Vagy, ha megtekintjük a harmadik képet, ezt a lovas hintót, akkor változik az irány. Lehet, hogy a fehér lovat válasszátok, és minden előre halad, és a fekete ló elveszik, mert az egerek ezt eltávolítják, és akkor nincsenek akadályok. És reméljük, hogy így lesz. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!